az Angyalföld elágazás, Angyalföld vonalszakasz, viszont hálózati szerepe nagy, hiszen ennek a vonalnak a villamosításával sikerült elérni azt, hogy a kettes vonalról a Újpalota körvasúti megállóhelyen keresztül most már elővárosi vonatok tudnak közlekedni villamos vontatással. Ennek a lehetőségét ennek a 201-es vonalnak a villamosítása adta meg. A 80-as vonal, a Mezőzombor Sátoraljóhely vonal villamosítása szintén befejeződött 2019-ben. Ugye erről több szó volt, nagyon várta már ez a vidék ennek a vonalnak a villamosítását, és hát az idei évnek a villamosításával kapcsolatban a 29-es vonalat kell megemlíteni, a Szabadbattyán, illetve Balatonfüred közötti vonalszakasz. Ennek a vonalszakasznak a villamosítása megtörtént, illetve a műszaki átadás átvétel is lezárult. Hogyha megnézzük a diát, akkor látható, hogy a 2018-as 37%-ról 38,5%-ra növekedett a MÁV hálózatán a villamosítottság aránya. Itt magánszorgalomból kiszámoltam a Gyesev, illetve a fertővidéki hévvonalait is figyelembe véve országosan 41%-on állunk. Van pár vonal, ami előttünk áll villamosítás szempontjából. Ugye államtitkár úr nagyon sok vonalat felsorolt, ami már kivitelezési fázisban van, én csak azokat tüntettem fel. Van kint hibernált vonalunk, ez a 40A vonal Szászhalombatta Ercsi elágazás vonalszakasznak a villamosítása. Itt már feszültség alatt van a felsőeték, sőt a műszaki átadás átvétel is megtörtént, viszont a csatlakozó társ projekt csúszása miatt a vonatforgalom nem indulhatott meg, így a villamosüzemet nem tudtuk elrendelni. Illetve a 32-es vonal hasonló okok miatt vár. Itt félig kész a felsőeték, a kivitelező meg is csinálta volna természetesen, de mivel szintén biztosító berendezési problémák vannak, ezért ennek a vonalnak a villamosítása vagy üzembejezése is vár a társprojektnek a munkavégzésére. A 101-es vonal villamosítása az folyik kivitelezési szakaszban van, illetve a 136-os vonalnak a villamosítása, tehát a Szeged-Öszke országhatár villamosítása is elkezdődik. Akkor, amikor elkészül egy beruházás, akkor levonul a megbízó, a kivitelező, a mérnök, és ott maradunk a berendezésünkkel. Egy kis visszajelzést szeretnék adni arra vonatkozóan, hogy mi a tapasztalat ezekkel a vonalakkal kapcsolatban. Hát a Rákos rendező esztergomi vonalat néztem meg 2019-től idén októberig, hogy mennyi hiba számunk volt. 59 az üzemi események száma, ez természetesen nem egyezik meg a hiba számmal. Hogyha levesszük ebből az ismeretlen múló zárlatokat, akkor látható, hogy nagyon kevés a saját hibás eseményünk száma. Én azt gondolom, hogy az a cél kell, hogy rebegjen mindenki szem előtt, akár beruházó, akár tervező, akár kivitelező, akár üzemeltető, hogy közös munkával legalább ilyen minőségi színvonalat tudjunk biztosítani a műszaki átadás átvétel után. Ennél lehet egy picit jobbat is. De azt gondolom, hogy ez az öt saját hibás üzemi esemény, azok is apróságok voltak, olyan szintű berendezést biztosít az üzemeltető számára, amelyel tényleg minőségi szolgáltatást lehet nyújtani. Hát tudnék olyan vonalat feltenni most statisztikában, ahol sajnos rosszabb eredményeket látunk. Nagyon fontosnak tartom elmondani azt, hogy és egy piros betűkkel ki is emeltem, hogy az üzemeltetés nem akkor kezdődik, mikor befejeződött a műszaki átadás átvételi eljárás, és megkapjuk üzemeltetésre a berendezést, hanem sokkal korábban, már a beruházásnak az előkészítési fázisában, akár megvalósíthatósági tanulmány szinten is már rögzíteni kell az üzemeltetőnek azokat az igényeit, amelyek biztosítják azt, hogy tényleg egy használható berendezést kapjunk végeredményként a beruházás lezárásakor. Itt föltettem egy példát ennek illusztrálására, hogy szó volt az előző előadásban az érdi alállomásról, ahol 4 transformátoros kialakítása történt az állomásnak az átalakítása.
Korábban az A-transformátor Budapest irányában mind a 40A, mind pedig a 30A vonalat együtt táplálta, és ennek a beruházásnak, mármint a 30A vasútvonal átépítésének a kapcsán még nem volt erős áramú szimuláció. Úgyhogy mikor ennek a vonalnak a felújítása történt, tulajdonképpen a műszaki tartalom arról szólt, hogy, hogy a felső verték felújul azzal a struktúrával, ahogy megépült annak idején a 80-as években. A diagram azt mutatja, hogy mennyi túlterelés és leoldás volt ezen a vonalszakaszon. Látható, hogy még 1000 fölötti éves túlterelési leoldási számot is regisztráltunk a felsőtéki hiba statisztikában. És a beruházás kapcsán, mint az érdemes beruházása kapcsán sikerült elérni azt, hogy a 31-es vonalba egy elválasztó fázisot átépítsünk be az utolsó pillanatban, kvázi ilyen szabadszöveges megoldással a kiírásba. Ezáltal elválasztható lett a Budapest irányú kitáplálása a 40A, illetve a 30A vonal kapcsán önálló transformátor mezővel táplálva. Így a Budapest irányú túltereléses leoldások száma az lecsökkent, azóta, amióta érdet átadták, szinte alig volt. Volt ott egy-két üzemzavar máshol állomáson, amiatt tapasztaltunk ilyet, de igazából a Budapest irányú kitáplálással a túlterelések száma csökkent. Ezzel ellentétben továbbra is megvannak a túlterelések a gyékényesi kitápszakaszban. Hogyha összevetjük ezt a 80A vonallal, ahol viszont már volt erős áramú szimuláció, és a szimuláció alapján kiderült, hogy azt a struktúrát, ami korábban megépült, megépítjük, akkor hasonló problémába jutunk, mint a 30A vonal kapcsán. Ezért döntés született Gödöllő alámás megépítéséről. Ezzel elkerülhető lett az, hogy az üzemeltetési időszakban ezek a jelentős számú és komoly problémát jelentő túlterelési és leoldások jelentkezzenek hálózaton. Tehát ezért is fontos az már a beruházás indító szakaszában ezeket a koncepcionális kérdéseket tisztázzuk, hogy üzemeltetési szakaszban, tényleges üzemeltetési szakaszban megelőzzük az egyéb észrevételeket. Nem csak a túlterelés okoz problémát itt ebből, elég sok más kapcsolódó gond is jelentkezett, tehát bejelentés érkezett, hogy túl magas a vonali feszültség, hogy nem tudják a villamos üzemi féket használni a vontató járművek, a túltereléses leoldások miatt a klímák nem üzemelnek a kocsikban, tehát összetett problémát okoz egy ilyen kicsinek tűnő gond vagy tervezési koncepció. A felsőérték tekintetében örömmel mondhatom, hogy elérkeztünk egy olyan döntő ponthoz, hogy a felsőértéki rendszerterv kapcsán a különböző felsőértéki változatokra meg tudtuk határozni mind az áramterhelhetőséget, mind az árameloszlást, mind a földáromat, a védőtényezőt. Így egy C02-től C15-ös változítóig tartó különböző vezetékelrendezéseket tartalmazó kialakítást tudunk biztosítani. Ezzel a szimuláció segítségével meg tudjuk azt határozni, és ki tudjuk választani azt a szükséges vezetékelrendezés felsőérték oldalról, amelynek a segítségével a megfelelő vontatási energiaellátás biztosítható, figyelembe véve itt a szükséges üzemi áramértékeket, vagy éppen a feszültségesést is. Magyarul a felsőérték most ebben ezzel a lehetőséggel már nem szűk keresztmetszet a beruházások kapcsán. A következő témakör, amiről szeretnék beszélni, az a TSI tanúsítás, illetve ennek az üzemeltetői feladatai. Elhangzott már ez a 2021. március, vagy május 31-i dátum. Az üzemeltető részéről kezdeményeztük a NIF felé, hogy próbáljunk ebben lépni, és még ezen dátum előtt felgyorsítani a folyamatokat, a tanúsítási folyamatokat. Szerencsére ebben mindenki partner volt, a megbízó és NIF, illetve a kivitelezők, mérnökök, és több vasútvonal esetén most már elmondhatjuk, hogy van ENETIES-re vonatkozó teljes tanúsítás,
és ezzel tulajdonképpen igazolható azt, hogy teljesíthető ez a feladat is. A mi feladatunk az erős állam tekintetében, hogy meg kell szereznünk a mostani felsőoktatási rendszerre vonatkozó TSI-re vonatkozó tanúsításunkat, rendszerelem tanúsításunkat. Ehhez két beszerzési eljárást indítottunk, az egyik magára a tanúsítási tevékenységre vonatkozik, ez pár héten belül meg fog jelenni, és várjuk a tanúsító szervezeteknek a jelentkezését erre a tevékenységre, illetve a dinamikus mérésre vonatkozóan pedig szintén egy beszerzési eljárást fogunk írni, ez is rövidesen meg fog jelenni, aminek a segítségével tudjuk a tanúsításról, rendszerem tanúsításról szükséges dinamikus mérés eredményeit majd szolgáltatni a kiválasztott tanúsító szervezet részére. Ezt oly módon tervezzük, hogy három részben, vagy háromfajta tanúsításban, a K100-as hosszlánc esetében 160 km/h, ez kell a dinamikus mérés, illetve K100-as hosszlánc esetében 120 km/h, K80-as hosszlánc esetében pedig szintén 120 km/h sebességre, aminek tulajdonképpen az az előnye, hogy ehhez nem kell dinamikus mérés, és így előbb tudunk tanúsítást szerezni, és azoknál a vonalaknál, amelyek nem 160 km/h sebességgel járhatók, azoknál előbb lehet a tanúsítási tevékenységet folytatni. A nemzeti végrehajtási tervről pár gondolat. Ugye készült egy nemzeti végrehajtási terv arra vonatkozóan, hogy kölcsönös átjárhatósági feltételeket Magyarország miképpen tudja biztosítani. Ez 2016-ban készült az első változat, 2017-ben volt egy második, illetve 2019-ben felülvizsgáltuk. Így zölddel jelöltem azokat a vonalakat, amelyeknél megtörtént a sikeres teljeskörű tanúsítás. Két vonal van, ami tulajdonképpen kivitelezés alatt van, illetve egy vonal, a kékkel jelzett vonal, aminek mindenképpen meg kell várni a rendszerem tanúsítást, mivel ott 160 km/h sebességű vonalról van szó, és ehhez kell a dinamikus mérés is. Ennél a második ábránál a nemzeti végrehajtási tervből azokat az elemeket vettem ki, amelyek 2030-ig vannak betervezve. A zöld színnel jelöltek jelzik azokat a vonalakat, amire valamilyen szintű előkészítés már történik, tehát itt azzal számolunk, hogy megtörténik az olyan mértékű átépítés a vonalnak, amelyre aztán teljes körű tanúsítást tudunk szerezni. Van egy-két piros sor, a Ferencváros nyugati rendező, vagy a Bicske vagy Biatorbágy környéki vonal, amire per pillanat nem látunk beruházást. Természetesen, hogyha ezek helyett bejön másik vonal, például a 71-es vonalnak a felújítása, akkor tulajdonképpen elmondhatjuk azt, hogy ezt az ütemtervet, ami egyébként egy nagyon feszített és nagyon szoros ütemterv, azt tudjuk tartani, és az a bizonyos 65 év, ami ebben a végrehajtási tervben rögzítve van, az tartató, és nem csúszunk el a 70 éves idő felé. Fontos az, hogy az üzemeltető a kivitelezés során is megjelenjen. Szerencsére az erős áram osztálynál vannak új kollégák, és egyre több lehetőségünk van arra, hogy kivitelezési tevékenység során is rendszeresen megjelenjünk a vasútvonalakon. Hogyha valami olyasmit tapasztalunk, ami beavatkozást igényel valamilyen formában, azt még időben tudjuk jelezni, és mind a kivitelezőnek, mind a mérnöknek van lehetősége intézkedésre. Jó pár ilyen példát lehet mondani. Azt gondolom, hogy ezzel elég komoly és elég sok üzemeltetési problémát tudunk megelőzni. Az üzembejegyzésnek a tapasztalatairól pár gondolatot. Ugye megjelent az E104-es utasítás, ennek az utasításnak a tartalma tulajdonképpen az előző E102-es utasításra alapul, sokkal részletesebben kidolgozva.
Mi úgy tapasztaljuk, hogy ez az utasítás beépült a mindennapi gyakorlatban, használják a kollégák kivitelezői oldalon mérnök szinten is. Van, ahol kevésbé tartják magukat az utasításhoz, ami viszont problémát jelent az a készrejelentés véleményünk szerint. Tehát a készrejelentés továbbra is egy formális dolog, és készrejelentés után, ami tulajdonképpen tényleg egy elkészült berendezésnek a készrejelentését kellene, hogy jelentse, készrejelentés után is még rengeteg hiba, hiányosság van, amit a kivitelezők próbálnak orvosolni. A baj ezzel az, hogy ilyen több százas, meg akár ezer tételes hiba is esetén a visszaellenőrzés az nagyon problémás. Tehát egy nap alatt egy 50 km hosszú vasútvonalat egy hibatétellel nem lehet visszaellenőrizni, és ha ezek bennmaradnak a rendszerben, nincs megfelelő szintű visszaellenőrzés, akkor szintén üzemeltetési gondjaink keletkeznek belőle. A különböző üzemeltetési tevékenységhez kapcsolódóan meg kell említeni azt, hogy a felsőeték tekintetében azt látjuk, hogy nem csak a mostani állapotot, hanem a leendő állapotot is figyelembe kell venni, és már előkészítési fázisban is figyelni kell a különböző problémákra. Itt főként a zavartatás az, ami az elmúlt időszakban megakasztotta a projektjeinket és aggodalomra ad okot. Jó pár szabályozás készült el az erős áramosztály által. Itt felsoroltam rengeteg olyan előírást, amit elkészítettünk, illetve hát nagyon várjuk a Vasúti Műszaki Bizottságnak a vasúti előírásokra, a nemzeti szabályozásokra vonatkozó anyagait. Itt az OVS-nek a felülvizsgálatára gondolok. Ugye tudjuk ezt kezelni például a vezetékmagasság esetében, de jó lenne, hogyha ezt végig tudnánk vinni, és nem lennének ellentmondások az utasításban. Szintén pár előírás, amit a gépész kollégáknak a közreműködésével sikerült létrehozni, illetve megjelentetni. És amiről szeretnék még beszélni, az mindenképpen az a madárvédelem. Ez egy teljesen új témakör a felsőérték üzemeltetésben. Kétfajta irány van, amit madárvédelem szempontjából kezelni kell. Az egyik az áramütés elleni védelem, a másik pedig az ütközés elleni védelem. Az áramütés elleni védelemre vonatkozóan a gyakorlati tapasztalatok és az elmúlt beruházások eredményei alapján távvezetéknél, megkerülőtéknél, megerősítőtéknél a vízfüggesztett megoldás alkalmazható. Hát itt a hatóságok különböző szakhatóságok különbözőképpen rendelkeznek, de mi szeretnénk ezt egységesen alkalmazni az egész hálózaton, illetve az ütközés elleni védelem esetében pedig különböző eszközök vannak a láthatáron. Még egyiket sem tudtuk bevezetni a rendszerbe. Van a 101-es vonal az, ahol már ténylegesen előírás van arra, hogy valamilyen ütközés elleni védelmet alkalmaznunk kell. És az üzemeltetéshez kapcsolódó egyéb feltételekre vonatkozóan különböző villamosítások zajlottak az országban. Ezekhez kapcsolódóan a felsőértéki szakaszoknak az újranyitását, vagy új felsőértéki szakaszoknak a létesítését kellett végrehajtani. Itt a 101-es vonal esetében Berettyóújfalu falu, Alsóörs, a 29-es vonal, illetve a 2-es vonal Óbuda, ami megvalósult. És hát szeretnénk Székesfehérváron és Soroksáron a üzemeltetés színvonalának a növelése érdekében szakaszokat létesíteni. Hát mind a kettővel nagy nehézségek vannak, elsősorban pénzügyi forrás tekintetében, illetve hát még a matekot is hozzá kell tenni mondjuk Soroksár esetében.
Felsőhetékszerelő jármű, osztályvezető úr már említette, ahogy nő a villamosított vonalak száma, egyre rosszabb helyzetbe kerülünk, illetve a meglévő járművek állapota is romlik, és nagy hiányok vannak már most a járművek tekintetében. Elindultunk több úton, minden esetben sajnos visszaestünk a startvonalra, tehát terveztük meglévő járművek teljes felújítását. Olyan mértékben változtak a hatósági előírások, hogy nem járható az az út, hogy mondjuk egy DMM-t megépítsünk és ezt használatba tudjuk helyezni. Az FKG Kft-vel kooperációban készítettünk egy UFFA típusú felsőhetékszerelő járművet, ami minden igényt kielégített volna, erre forrás nincs. Most a legújabb változat, hogy egy ilyen komplett pályások, illetve felsőhetékes szakmának is megfelelő alapra készült járművet tudnánk használni, de ahogy osztályvezetőről is említette, ennek a megtervezés, engedélyeztetés és a legyártása is évekbe telik, és a forrás sem látjuk még sajnos hozzá. És hát egy-két gondolatot még itt felírtam összefoglalóként, mindegyikről tulajdonképpen egy-egy előadást lehetne tartani. Üzemeltetünk már villamos felsőhetéki hálózatot a szegedi területen, Trentén okán. Multifunkcionális mérőjármű beszerzés tervezünk annak érdekében, hogy az a felsőhetéki mérő rendszer hiány, amivel most vagyunk, az oldódjon, illetve lesz majd előadás arról is, hogy a felsőhetékszerelő járműveinkre egyedi mérőrendszer legyen telepítve. Úgyhogy feladat van bőven, azt gondolom, hogy a következő vasút villamosítási konferencián remélhetőleg már ezekről is tudunk részletes és eredményes beszámolót adni. Köszönöm szépen a figyelmet!